István önálló és független királyságot szeretne örökül hagyni. Látjuk, észreveszi, hogy az egyik besenyő egy magyar látszikkal magával. Július 4-ig a törökök hatalmas túlerővel, mintegy 70 ezer fővel kezdték ostromolni a magyar várat. A nők e pontig nem vettek részt a harcokban. Élet-halál kérdés, hogy az otthonállomásokon hadiseregekhez harcedzett és tapasztalt katonák kellett. Ebben a végzetes pillanatban érkezik meg a múrot már vezette Nádasdy huszárezred, amíg megmaradt kémű szervezés. Duska tisztában volt, hogy a parancsba adott nyugati kitörést az emberei élete árán sem tudja végrehajtani. Déli irányba kerültünk.